Vas is egy jó csapat szerintem, és nem meglepő, hogy többször találkozunk velük egy évben tét helyzetekben. Hát én azt gondolom, hogy ez teljesen normális, és azt látom egyébként, hogy azért azt elmondható a Vasasról, hogy egy javuló tendenciát látok a játékukban, rendezettebbek, sokkal jobban játszanak szerintem az erősebb ellenfeleik ellen. Azt is látom, hogy néha még vannak ilyen hullámzásaik, hogy esetleg az ilyen közepesebb vagy kisebb ellenfelekkel szemben esetlegesen nem mindig úgy játszanak. Viszont az összességében elmondható, hogy ez teljesen természetes, ez bármelyik más ellenfelünkkel is elmondható, aki ebben a mai magyar bajnokságban úgy igazán az ellenfeleink közé tartozik. A bajnokságért vívott harcban, hogy többször kerülünk velük szembetét helyzetekben, ez teljesen normálisnak érzem ezt a részét, hogy a Magyar Kupa elődöntőben játszottunk velük, illetve hogyha a bajnokságban az elődöntőre játszunk, akkor is azt gondolom, hogy egy jó csapatról van szó, teljesen természetesnek gondolom. Erre a kérdésre nehéz válaszolni. Én látom azt, hogy egy másfajta rendszerben játszik a Vasas az elmúlt évekhez képest. Attól függetlenül azért nagyon nehéz neki mondani azt, hogy mi a Bobának a stílusa, mert mégiscsak az első csapatnál, első felnőtt csapatnál látjuk azt, hogy edzősködik. Ha már három csapat vagy négy csapatnál dolgozott volna, és azt mondanánk, hogy na, ezek azok a stílusaik, amik most is ismétlődnek, és ezek felismerhetőek, akkor gondolom, hogy ki lehetne mondani azt, hogy mik ezek a stílusaik. A edzők abból indulnak ki, amit látnak, megnéznek videókat, a legjobb mérkőzéseket a legjobb csapatoktól. Megnézik a taktikai felkészültséget, a játékosoknak az állapotát, és abból indulnak ki, és abból próbálják meg a saját csapatuknak a játékát összerakni, akár egyénekre bontva, akár csapatszinten. Ez sosem könnyíti meg a felkészülést, hogyha a játékosoknak egyéb elfoglaltságaik is vannak, egyéb mérkőzéseik. Ezeknek a játékosoknak erre fel kell készülni, tudniuk kell váltani, hogy a két csapat, illetve a két akár taktikai felkészülés közötti különbségekről. Ami nyilván ami ránk hárult feladat az, hogy a fáradtan hazatérő játékosokat valahogy formába hozzuk, ugye meglegyen benne a pihenő is, illetve legyen ténylegesen annyi időnk arra, hogy maximalizálni tudjuk azt a formát, amiben a játékosok tudnak játszani. A játékosok bemutatása képernyőn időközben a Vasas összeállítását láthatják. Kedves nézőink, ugye hát nagyon sok volt ferencvárosi játékost is fel lehet ismerni, így a nevek alapján ugye elég, ha csak Mezei Tamásra, vagy éppen Szédlmájer Tamásra gondolunk, hiszen ők ugye nemrég még a Ferencvárost erősítették, de ugye Simon Roland is, illetve Branislav Mitrovic is játszott a Fradiban. Jöjjön a Ferencváros csapata. Itt viszont csak olyan játékos van, aki a Vasasban játszott, hát a párhuzam megvan ugye mindkét csapat között. Elég, ha csak tényleg német Tonira gondolunk, Varga Dénesre, Vámos Mártonra, és éppen szakosztályunk elnökére, Madaras Norbertre, és hát bajnoki címek, magyar kupa sikerek, szóval azért van bőven tapasztalat a Vasas játékosként is további néhány klasszisunknak. Igen, tehát azért egy-két játékossal tudtam beszélni, és én azt láttam rajtuk, hogy érzik azért ennek a meccsnek a tétjét, mert nagy valószínűség szerint ugye a Vasassal fogunk összekerülni. Nagyon nem mindegy, hogy milyen eredményről kezdjük azt, és ugye, ahogy az előbb is mondtam, én azt látnám reálisnak, hogy győzünk, és akkor egy 4-1-ről indulhatna az a párharc. Nem igazán találta jó szerencsére. Egy remek leúszás, és az előbb kiállított Jansik helyzetbe meg kéne dobni, Szili. Így is van. Így van. És dicsérjük meg Vámos Mártont, aki parád és védelem mögé beívelt labdát. Így van, nagyon szép volt a passz. Illetve ugye kvázi az új szabálynak köszönhetően a Szili tudta, hogy nem nyúlhatnak rá hátulról, és nagyon szépen türelmesen kivárta, amíg 100%-os ince lett belőle. Barga kapja itt a szélen. Egészen sokáig Vígvárihoz teszi végül. Lesz lövés. 7 másodperc hátul. Vámos gól! Fontos a jó kezdés, ezt rendszeresen elmondjuk minden Fradi mérkőzésen. De hát most ez egyelőre nagyon jól alakul. 2-0. Igen, de amit kérdezte az elérés, hogy én meg azt válaszoltam, hogy a lendület vagy az iram az, ami befolyásolhatja rögtön az elejét.
nekem, lehet, hogy azért, mert elfogult vagyok, de szembetűnően magasabb fokozaton játszunk, mint a Vasas. Jancsik is beúzott centerbe. És Luca da Monte, nála a labda, ő is most már a medencében. Merkulov, jó lenne egy gól, most már hosszú percek óta nem találtunk a kapuba. Köszönjük szépen! 3-1, Daniel Merkulov. Nagyon szép volt. Lőni kell, mert idő van. Egyed vég előtt, és Mitrovic kap bele, így viszont a miénk. És akkor szépen végigjátsszuk ezt a 16 másodpercet. És akkor ez bőven végig lehet játszani, úgyhogy bőven van esélyünk a negyedik gólra, de én azt gondolom, hogy így ebben a negyedben látottak alapján nem panaszkodhatunk. De mondta, gól! Szépen fölhúzta Mitrovic feje fölé. Nehéz ez ilyet védeni. Igen, meg szerintem a Vasas sem hitt el, hogy ebből lövés lesz. Igen, nem is nagyon mentek ki Damontéra. Elég könnyedén tudott lőni olasz válogatott játékos. Ami nekünk öröm, az a másik oldalon igazán lélekromboló lehet. Igen, nagyon jó látni ezt az egy gólocskát ott az ellenfél neve mellett. Fekete, ellövi-e, elbizony! A miénk mellett meg az ötöst. Most már az 5-1-et. Szépen gyorsan felhoztuk a labdát. Fogel Somának is jár a képzeletbeli pacsi, hiszen nagyot védett, majd utána egy jó blokk. Igen, megint azt kell, hogy mondjam, ahogy megérkezett a Gergő, ahogy beleállt, amilyen dinamikával ezt előtte. Nekem nagyon tetszik. Ebből a szögből milyen szépen látszott, ahogy zárja ezt a szöget itt a Soma. Igen. Most mi tudtunk megúszni. Ki is mutatott ránk, hogy megemlítettük. Jancsik, be kéne lőni, Szili! Így van. Jó, na! Picit a hullámok is rásegítettek, de köszönjük szépen is. Feketét se hagyjuk szó nélkül, remekül húzta itt meg a szélen. Igen. Egyébként mivel cseréltünk, nem volt form, úgyhogy szerencsére ezt most a Vasas egy kicsit elnézte. Na, hát akkor lőjük is be. Damonte, Vámos, Varga, Damonte. Aj, de szép akció. Ó, de kár érted a kipattanom. Milyen gól? Érik a mérkőzés végi Jancsik Szilárd interjú, majd az élő interjúknál. Ez a harmadik gólja a válogatott bekkünknek. De hát jókor volt jó helyen, mondjuk Molnár Erik lövése is gólt ért volna. Így van, azt akartam én is mondani, hogy ha a Vasasnak azt mondtuk, hogy megérdemelték azt a gólt, akkor ezt meg mi érdemeltük meg abszolút, mert nagyon szépen meg volt játszva ez a form. Bedő mind a víz alá vitte volna a labdát, ezt fújták le a játékvezetők, és közben a visszaúszásnál Szatmári Kristóf az, akit kiállítanak. Újabb for a Fradinál, Fradi előtt. Damonte, Jancsik, de szép, gól! Merkulov! Ez is nagyon szép megjátszás volt egyébként. És jól mozgott a Merkulov ott a védője mögött. Szerintem nagyon szép volt a passz. Úgyhogy... És megy is a pacsi Merkulovtól. Jancsiknak kellett is. Nagyon szép volt a bejátszás. És jó rendben forgó volt, de hát ez is fontos. Be kell dobni azokat is. Igen, ott tényleg át lehet tenni. Ó, egy picit adogott a labda Damonte passzába. Ó, gól! Na, hát így viszont akkor Molnár Erik gyorsan fejére egy gólpaszt. Damonte pedig a második gólját a meccsen. Hát most játszik a Fradi. Így van. És ugye újabb akciógól. Játszik is a Fradi, meg be is jön minden szerencsére, de azért megdolgoztunk érte, én azt gondolom az első pillanattól kezdve. Nyilván minden oka megvan rá, nyugodt legyen, de jó is látni, hogy ilyen nyugodt lehet a harmadik negyed végén már.
biztos, hogy végigjátsszuk ezt a fort, ameddig csak lehet. Igen, rövid fa kilépő. Bent volt, igen, bent volt, megvártam a játékvezetők ítéletét. Nagyon szépen végigvittük a fort, és Fekete Gergő is a második gólját jegyzi a mérkőzésen. 10-4. Nagyon szép passz volt egyébként a Damontétól, mert nyilván mindenki azt várta, hogy az Ubovicsot játsszuk meg a rövid fánál, és szépen átdobta a Gergőnek. Közben egyébként Mezei Tamást küldik ki, úgyhogy forban a Fradi. Merkulov, Damonte, gól! Jó, most már végre kimondani a gól szót. És Damonte is most már azért három gólos. Igen, hát most már biztosan elcsordogál ez a meccs. A maradék 3 percbe, szűk 3 percbe. Mehetünk. Jancsik Szilárd, Ferencváros játékosa, gratulálunk Szilja győzelmetekhez. Az egész mérkőzés képét látva ez egész magabiztos volt, egy negyedet leszámítva talán. Lehet mondani, igen. Úgy álltunk hozzá, hogy azért ez egy kis elődöntő. Tudtuk, hogy a bajnoksi állás miatt valószínűleg ugye mi leszünk az elsők, a Vasas pedig a negyedik, és visszük tovább a pontokat. Így lehet mondani, hogy most egy kedvező helyzetből várjuk, ennek nagyon örülök. És úgy indultunk neki az egész másnak, hogy a védelmet stabilizáljuk, mert volt most egy-két mérkőzés, ahol nagyon sok gólt kaptunk, nagyon sok lefordulásos gólt kaptunk. Egész héten erre helyeztük a hangsúlyt, és nagyon jól működött. Azt mondom, hogy egy gólt kaptunk, nagyon sokáig 5-1-re elmentünk. Ott lehet mondani, hogy kicsit leálltunk, ugye visszavettük a ritmust, kicsit megnyugodtunk, és akkor arra kaptunk gyors két gólt. Ezt nem szabad, ugye? Ezt tudjuk, hogy nem szabad, mert azért a BL csapatok ezt megbüntetik nagyon hamar, a Vasas is nagyon hamar megbüntette, de jó, hogy arra nem ők tudtak reagálni, hanem mi tudtunk arra egy még jobb reakciót csinálni, és tényleg boldog vagyok, mert régen játszottunk ilyen jól. Nem tudom, hogy mennyi lett most a vége, de jól emlékszem, 5 vagy 6 gólt kaptunk, ami tényleg nagyon biztató, és lehet mondani, hogy a harmadik negyed végére már eldőlt a mérkőzés. És volt bőven erőtartalékotok is, hiszen azért ott volt egy negyed eleje, ahol megnyomtátok, és gyakorlatilag el is döntöttétek a meccset. Így van, igen. Igazából próbáltuk frissen tartani magunkat. Nekem is volt, hogy ben voltam fél percet, csináltam egy nagyon erős akciót, védekezés, és aztán cserét kértem, mert úgy voltam vele, hogy inkább pihenek egy fél percet, és utána még frissebben jövök, és ugye láttam ezt a társémon is, hogy elég jól sikerültek most a cserék, és mindenki friss tudott maradni a mérkőzés végéig. Ugye a pár legjobb játékosunk már az utolsó negyedben nem is kellett, hogy játszom, már ugye felkészülünk, ugye már pihentették őket a szombati mérkőzésre, ami egy nagyon jó felkészülés lesz, azt hiszem az utolsó bajnoki meccs, ami így nehezebb, és utána már csak az van, hogy megyünk két BL, nagyon fontos BL mérkőzésre, és ugye még játszunk, kezdjük majd az elődöntő döntőket. Remélem, hogy lesz döntő, most kedvező pozícióban vagyunk, és ezt szeretnénk átmenteni, ezt a játékot. Rengeteg blokk volt, rengeteg védés, rengeteg jó visszasegítés, egymásért küzdöttünk, játszottunk, és ez visz minket előre. Legyen így, sok siker Jancsik Szilárdéknak! Sokadjára és istenéletesse Varga Zsoltot a csapat, és te is megérdemled a tortát a mai teljesítmény után. Köszönöm szépen, először is tényleg szeretném megköszönni a szurkolóinak ezt a figyelmességet, nagyon jól esik, tényleg köszönöm szépen a tortát is, hajrá Fradi! Köszönöm. A mérkőzéssel kapcsolatban azt gondolom, hogy nagyon jól kezdtük a mérkőzést. Utána volt egy olyan periódus, ahol hogy belassult a játék. Tehát nem volt meg az a ritmus, ami az első negyedben megvolt, ez ugye a másik negyedben volt ez a lassulás. És utána a harmadik negyedben sikerült ténylegesen újra visszavenni azt a ritmust, és elkezdtünk újra úgy határozottan támadni, ahogy kellett. Ugye hirtelen megnőtt a gólkülönbség, és utána már jött ez a nyugodtabb védekezés is, azt gondolom, és így egy ilyen kiegyensúlyozott mérkőzés lett a végére. Kicsit megint párhuzamba vonjuk a tortát, illetve a csapat teljesítményét. Hát nem marcipánból volt a csapat, nem cukorból volt a csapat, volt honnan még erőt meríteni. Igen, hál' Istennek, nyilván azért az elmúlt időszakban volt azért mélypont, és onnan kezdtünk el dolgozni, és lépésről lépésre javítjuk a játéknak azokon, tehát szinte minden területén kell dolgozni,
De most az első az az volt, hogy hogyan zárjuk le a támadásokat, hogy ne kapjunk gyakorlatilag lefordulásokat, az a legfontosabb, hogy minél kevesebb akciót kapjunk, és stabilá váljon a védekezés. És Somára kiváló volt a mai teljesítménye, és tényleg szinte minden oldalról zicsereket védett, labdát levett, úgyhogy az ő teljesítmény az nyilván nagyon meghatározza ugye a védekezést alapvetően, de úgy összességében úgy éreztem, hogy a csapat is sokat blokkolt, keményen fogtuk a centereket, a védekezés azért most stabil volt és jó volt. Mi határozza meg a hétvégi rangadót a Szolnok ellen? Hát az, hogy lépésről lépésre hogyan tudjuk megtartani ezzel a mérkőzésen, és ami tényleg a jó volt, az, hogy stabilak voltunk elől, stabilak voltunk hátul, jók voltak a blokkok, tehát maximálisan jól működött a védekezés és a támadás is, azt a rövid példát is leszámítva. Nyilván egy más csapatról van szó, a Szolnok mást játszanak, más az egész struktúrája felállítása. Nyilván most kevesebbet tudunk rájuk készülni, viszont az előny az megvan, hogy azért ismerik őket. Ebben az évben már játszottunk velük kétszer. Úgyhogy azt a kicsit, amit tudunk specifikusan rájuk készülni, de alapvetően azt gondolom, hogy tényleg a mi játékunk a fontos, hogy mi játékunk legyen nagyon fegyelmezett, a maximális fegyelmezettség, mert amikor nem megy a játék, akkor legegyszerűbben és legfegyelmezettebben kell játszani. Így legyen, sok sikert a hétvégére!